De most tippeljük meg, hogy mi lesz majd az egyenes kieséses szakaszban. Franciaország, Argentína. A franciák tól én egy kicsivel többet vártam, az argentinoktól meg nagyon sokkal többet. Franciaország fog tovább jutni. Mivel én szorítok a franciáknak, ezért azt mondanám, hogy ők jutnak tovább, sőt azt is mondom. Egyik csapat sem sziporkázott a csoportkörben, de a franciák legalább magabiztosan és simán jutottak tovább elsőként, míg az argentinok hát szerencsével és némi mákkal összekaparták a második helyet Horvátország mögött, ugye, de azt gondolom, hogy Franciaország fog tovább jutni. Eddig sem Argentina, sem Franciaország nem volt igazán meggyőző, de lehet, hogy most érkeznek meg a világbajnokságra. Harvi, hajrá Argentina! Portugália-Uruguay, vagy Uruguay-Portugália, felírtam magamnak. Uruguay gyakorlatilag csont nélkül és kapott gól nélkül üzött el idáig. Portugáliának azért nem volt ennyire teljesen egyenes az útja. Tényleg egy pikás kis összecsapás. Hát ott van Ronaldo, igaz a túloldalon ott van Suárez és Cavani, úgyhogy itt a klasszisok egy-egy villanása döntheti el a párharcot. A portugálokat régebben jobban csíptem, manapság már kevésbé érdekel az ő fociuk, viszont van náluk egy olyan Ronaldo, aki bármikor képes eldönteni mérkőzéseket, és én azt gondolom, hogy Portugáliának ez lesz a kulcsa, hogy képesek-e Ronaldót használni, úgy, ahogy mondjuk használták Spanyolország ellen. Élből Portugáliát mondanám, viszont meglepetésre számítok, és azt gondolom, hogy végül Uruguay fog tovább jutni ebből a párhazból. A szívem azt mondja, azt mondaná, hogy Uruguay fog tovább jutni, de valószínűleg nem fog. Most azt mondanám, hogy Uruguay jut tovább. Az amerikai csapatnak olyan jó védelme van, és olyan jó támadósora, hogy igazából így már a középpálya gyengébb felállását azt meg tudják majd oldani Portugália ellen, így tovább jutnak, sőt, én akár érdemesnek tartom őket arra is, hogy a legjobb négyig vigyék, vagy akár még tovább. Aztán a vasárnapi meccsek, rögtön egy spanyol-orosz. A nehéz kérdés, nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolnám, hogy a spanyolok meg fogják oldani ezt a fogas kérdést. Oroszok egyből megkapták a pofonjukat, amint egy komolyabb ellenféllel találkoztak szembe, úgyhogy a spanyolok ettől csak komolyabbak. Én a spanyoloknak jobban szurkolok, de eddig ők sem sokat mutattak a világbajnokságon. Nagyon kérdéses, hogy össze tud-e állni úgy az a támadósor, hogy Oroszországot könnyedén verjék. Nagyon nem lesz egyszerű ez a mérkőzés, mégis a spanyolokra tippelek. Viszont egy orosz továbbjutáson sem fogok meglepődni. Az esti találkozón Horvátország játszik Dániával, egy jó kis európai rangadó. Szerintem itt nincsen kérdés. Horvátország bizonyította, hogy képes szinte minden körülmények között jól teljesíteni. A horvátok azért meglepetésnek számítanak, mert nagyon jó játékot mutattak. Tényleg egy szinte ellentmondás nem tűrően mennek tovább a csoportból. Horvátország nekem egy személyes kedvencem ezen a világbajnokságon. Nagyon örülök a szereplésüknek. Ezen a mérkőzésen ők a favoritok, de a dánokat nagyon nem szabad leírni, ugye egyetlen kapott góljuk van eddig az egész VB-n. Egy hosszabbításos játék esetén lehet, hogy inkább azt mondanám, hogy a dánok jutnak tovább, viszont a rendes játékidőben sokkal nagyobb szanszot látok arra, hogy a horvátok elintézzék a Németország északi részén lévő kis országot. Dánia pedig nekem az is meglepetés, egy kicsikét, hogy itt vannak, és szívesen is láttam volna helyettük egy afrikai csapatot ebben a körben. Dánia az nekem továbbra sem kedvencem, innen a horvátok simán tovább fognak jutni. Brazília-Mexikó, hát nagyon nagy derbi lesz, mindenféleképpen nézze meg, aki csak teheti, mert itt aztán igazi futballt láthat majd. Hát ők már elég sokat játszottak egymással, és én képesnek tartom Mexikót arra, hogy megtréfálja Brazíliát. Azt gondolom, hogy törtek már a brazilok orra alá sokszor borsot, úgyhogy most is meg fogják nehezíteni a dolgukat. Ettől függetlenül Brazíliát érzem favoritnak ebben a párosításban. Pírforma eredményt várok Brazília továbbjutással,
de a braziloknak ez nem fog könnyen menni, meg fognak küzdeni Mexikó ellen, viszont annak ellenére, hogy ők sem brillíroztak eddig, tovább fognak jutni. Mexikót én már nem érzem olyan jónak. Minden jel szerint Brazília lesz az, aki tovább jut. Brazilok pedig szerintem egyre jobbak lesznek, úgyhogy innen brazil továbbjutást kell, hogy prognosztizáljak. Belgium, Japán. Kicsit hasonló a szituáció, mint a Brazília-Mexikó esetében. Itt nincs miről beszélni az egyik, hanem hát de a legegyértelműbb párharca a 16 között. Azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy 2-3 gólos sima belga siker lett. Belgium megkapta szerintem az egyik legkönnyebb ellenfelet, akit kaphatott, úgyhogy innen Belgium fog tovább jutni. Japánt előre leírom, szerintem ezt mindannyian úgy gondoljuk, hogy Belgium átrobog majd rajtuk, Svédország, Svájc. Engem ez az összecsapás érdekel legkevésbé, sem a svéd focit, sem a svájci focit nem szeretem. Na ez az a mérkőzés, amit viszont nem ajánlok senkinek. Ezzel együtt szerintem Svájc megoldja ezt a feladatot. Főleg, ha még igazolnak esetleg a Lipari szigetekről, vagy 3-4 játékost hirtelen. Na hát, szerintem ez nem fog milliókat a tévéképenyő elé csábítani, ez a mérkőzés. Svéd foci az nekem így annyira nem jön be. És Svájcot amúgy erősebbnek is tartom, úgyhogy innen Svájc továbbjutását várnám. Hú, de nem várom ezt az összecsapást. Minden VB-n az elmúlt 10-15-20 évben mindig van egy ilyen nagyon ratyi párosítás a 16 között. Az egyik résztvevője ezeknek általában Svájc. Svájc egy leheletnyivel jobb csapat, és remélem is, hogy kiejtik a svédeket. Kolumbia, Anglia, ahol Angliánál az a tét, hogy vége tud-e jó játékkal előrukkolni egy dél-amerikai csapat ellen. A Kolumbia meglepetés lenne, ugyanakkor nagyon szívem szerint ő lenne, ha ők tovább jutók lennének, de hát ugyanis szeretem a meglepetéseket, de szerintem Anglia ezt végül meg fogja oldani. Angolok a másik kedvenceim, és tetszik is, amit eddig művelnek a pályán. Kolumbia erős, amúgy jól játszanak, de nagyon remélem, hogy Anglia fog innen tovább jutni. Hát Kolumbia elég döcögősen jutott tovább a csoportból, ennél sokkal simább meccseket vártam volna tőlük. Az angoloktól pedig egy nehezebb menetelést vártam, ahhoz képest könnyedén léptek tovább a csoportból, amit vártam volna. Nekik viszont nem megy a dél-amerikai csapatok ellen, és amúgy is a nagy tét meccseken általában csődöt mondanak, úgyhogy én innen Kolumbia továbbjutását fogom várni. Tehát, hogyha Kolumbia 100%-ot nyújt, akkor ezt az Angliát le tudják győzni, és akár később tovább is tudnak majd menetelni, akár az elődöntőig. A továbbjutóimat akkor végül részletezném. Uruguay mindenképpen tovább jut. Francia-Argentin párharc közül Franciaország az esélyesebb, de hajrá Argentina, úgyhogy az argentin továbbjutást várom. Brazília, Belgium, Spanyolország, Horvátország, Svájc, illetve Kolumbia. És egy kicsit előrébb is tekintsek. Jelen pillanatban a mostani formák alapján én úgy gondolom, hogy a felső ágról Belgium, a másikról pedig Horvátország lehet az, aki a döntőig eljuthat. Egy, illetve kettő meglepetés várható. A többi meccsen én nem látok olyan nagy meglepetés lehetőséget, de azért láttam már falunkókat. Úgyhogy nagyon pikáns kis döntő lenne egy belga-horvát, egy egészen új élményt nyújtana, hogy két ilyen nemzet jut el a döntőbe, akik még soha nem jártak ott, és ezáltal új világbajnokot avathatnánk. Meglátjuk, hogy mi lesz, 8 döntők előtt én ezt érzem. Ennyit a 16 csapatról, nézzük tovább a világbajnokságot. Hajrá Diósgyőr, hajrá magyar foci, hajrá Miskolc!